Jó estét kívánok! Önök a Több Szem Közt műsorunkat látják. Ma esti vendégünk Pál Antal Sándor történész akadémikus, akit arról kérdezünk, hogy tulajdonképpen mi bajunk nekünk magyaroknak önmagunkkal és a világgal december 1-én. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Professzor úr, én is. Köszönjük szépen, hogy befáradt hozzánk. Köszönöm a meghívást. Megpróbálok válaszolni a feltett kérdésre. Hát ugye a magyar történelem legtragikusabb eseményének a traumáját a trianoni ugye béke diktátumnak a következményeit a magyarság máig nem heverte ki, hisz most is ez a kérdés szinte napirenden van. Ez a magyarság ugye legfájdalmasabb, legfájóbb emléke, hiszen akkor ez a közép-európai állam elveszítette területének háromnegyed részét, közte ugye a mi vidékünket is, Erdélyt, amelyik Romániához került. Uh-huh. 1918. december 1-én Erdély és Románia egyesüléseként ünneplik ezt a napot. Történészek mondják, hogy talán helyesebb lenne a gyulafehérvári nagygyűlést ünnepelni, hiszen a szentesítés csak Trianonba következik be. Hogyha mindenképpen ragaszkodunk a december 1-jéhez, akkor tényleg a gyulafehérvári nagygyűlést kellene megünnepelni. Igen, de a gyulafehérvári nagygyűlésnek ugye az a nagyon jól ismert határozata, amelyik kimondja egy részben azt, hogy Erdély románsága a román királysággal egyesül, de kimondta azt is, hogy az Erdélyben lévő kisebbségeknek meg biztosítsa azokat a jogokat, amelyeket azelőtt éltek. Beleértve területi autonómiát. Hát kezdve a területi autonómiával, az anyanyelv hivatalos használatával, az iskolahálózat fenntartásával, és a gyakorlatilag az addig élvezett jogokat. Uh-huh. Ugye ez az, ami viszont nem történt meg. Igen. Pál úr, itt van egy olyan, hogy azt, hogy itt, amit az elő felvetettem, hogy helyesebb lenne, stb. Stb. Ezt támasztja alá, hogy amikor a kormány, a román kormány december 26-án a hivatalos közlönybe bejelentette Erdély és Bánát egyesülését Romániával, a francia külügyminiszter azonnal kijelentette, hogy a román nyilatkozat nemzetközi szempontból semmiféle következményekkel nem jár, az annexiót, amelyet Románia egyoldalúan proklamált, majd csak a békeszerződés erősítheti meg, amit aztán meg is erősített, igen. Ez tényleg így van, diplomáciailag. Igen. Diplomáciailag. Ez a helyes. Tulajdonképpen ugye Erdélynek Romániával való egyesülése tulajdonképpen a trianoni békeszerződés aláírásával lép életbe. De ismerjük a múltat. Ez igen. Valójában nem így történt. Hisz a gyulafehérvári nagygyűlésre, amikor bejelentette a román értelmiség vezetősége, hogy megtartják a nagy nemzetgyűlést határozat vagy állásfoglalás céljából, a magyar állam biztosította nekik a feltételeket, hogy azt meg is tartsák, vonatot állt a rendelkezésükre. Még azt is. Még azt is. Igen. Tehát minden feltétel biztosítva volt. És amikor ezt kijelentették, hogy igenis ezennel Románia részévé válunk, ennek akkor még csak elvi jelentősége volt. Uh-huh. Igen ám, de abban a pillanatban már a regáti román hadsereg Erdély területére lépett. Tehát ezt a kijelentéstnek a gyakorlatba ültetését a román hadsereg biztosította. Uh-huh. Ennek volt a következménye az, hogy már 3 héttel később a hivatalos közlönybe is kijelentették hivatalosan az egyesülést, és ugyanakkor megtörtént az már 19. januárjában, hogy gyakorlatilag a helyhatósági
intézmények élére román személyeket neveztek ki, átvették a hatalmat a magyar közigazgatástól. Tehát akkor, amikor a békeszerződésre sor került, akkor már a román körigazgatás berendezkedett Erdélyben. Tehát kéztények elé állították a nemzetközi ugye, diplomáciát. Hát megelőzték, gondoltak előre, ugye? Igen. Bár évtizedekig el volt hallgatva, tudjuk azt, hogy véleményében számító, sok tekintélyes erdélyi román nem örült az annexiónak, kifejezetten ellenezte azt. Micsoda negatív fogadtatást kapott például nemrégiben Lucián Bolyá professzornak az ide vonatkozó megállapítása. Arra vonatkozó, hogy tényleg sok román nem tapsolt ennek az egyesülésnek, mert ott egyéb veszélyeket láttak. Ugye nagyon sok az erdélyi, akik nem voltak kimondottan ilyen felhevült nacionalisták, azok, akik józanul gondolkoztak, azok tudták azt, hogy egy fejlettebb országrész kerül egy elmaradottabb országhoz. És tudták azt, hogy Románia tulajdonképpen balkáni térségben van, és ott az államhatalmi körülmények is a neves balkáni jellemvonásokat érvényesülnek, és ennek világos, hogy nem örültek. És ezt ki is fejezték, ahol tudták. Igen, csak ennek a kérdésnek ezt a vetületét a román történetéles elhallgatta. Elhallgatta. Nagyon keveset tudunk És azok erről. A történészek, akik merik vállalni azt a felelős feladat, hogy igenis nézzünk szembe a múltunkkal, ismerjük meg nem csak egyesek, hanem a közvélemény is, hogy tulajdonképpen mi is volt akkor, hogyan zajlottak le az események, milyen erők, viszonyok voltak, mik ütköztek, és ugye minden pozitívumnak van egy negatívum oldala is, hogy ez mivel jár egy ilyen területi egyesítés. Na hát erre tényleg, bár az említett professzor Lucián Bolyá próbálkozott, aztán kapott hideget is, meleget is biztos a szakmától és közvélemény sajtótól, stb. De azért lassan csak be kell a közvéleménybe juttatni azt, hogy ez nem csak jót tett. Nem csak. Igen, ezzel szembe kéne nézni. Igen, volt olyan pillanat, amikor úgy látszott, hogy egyben maradhat a történelmi Magyarország, magyar többségű része, amelyben a Partium is, Erdély is benne van. A Tanácsköztársaság elismerte ugyan elvben az utódállamok területi követeléseit, de azok, mármint mármint Kumbéláik mégis támadást intéztek 19. április 16-án a románok ellen. Na ez is egy érdekes. Persze a történelemben nincs ilyen, hogy ha, mi lett volna ha, de mégis játszunk el a gondolattal. A gondolattal játszhatunk, viszont azért kicsit alaposabban utána kéne nézzünk, a milyen voltak a körülmények akkor. Lehetett-e szó a Magyarország területének egységében való megtartására, még fegyveres kézzel is. Ugyanis mi történt? 1918. november, azt hiszem, hogy 4-én az osztrák-magyar monarchia fegyverszünetet kötött, letette a fegyvert. És itt követte el a hadvezetés a leghatalmasabb baklövését. Egyszerűen feloszlatta a hadsereget. Egy adott pillanatban az országnak nem volt hadserege. Az ország területileg nem volt elfoglalva. Ebben szerepe volt Jászi Oszkárnak is. És a küzdőfelek tulajdonképpen Magyarország területét nem foglalták el. Mielőtt erre sor került volna, fegyverszünetet megkötötték, a hadsereget feloszlatták, katonaságot hazaküdték. És azután lefegyverezték. És egy adott pillanatban Magyarország 18 őszén Magyarországnak nem volt saját hadserege. Így a fegyverszünet után a úgynevezett békefenntartó, megszálló katonaság minden ellenállás nélkül bevonult Magyarország különböző területeire. Hát a királyi román hadsereg. A királyi román hadsereg. Egész Budapestig, ugye? Igen. Egy nagyon kis ellenállást
mondjuk úgy próbált ellenállni a székely úgynevezett székely hadosztály, Kvátokféle ezredeknek a vezetésével, de hát túlerővel szemben nekik vesztett ügyük volt. Ugyanakkor pedig a magyar tanácsköztársaság oldalán lévő fegyver és alakulatok is ellenük fordultak. Tehát katonailag ez lehetetlen volt. Nem lehetett megtartani Magyarország egységét katonailag. És ennek, és a tulajdonképpen a trianoni békekötésnek is, vagy tárgyalásoknak is egyik legszomorúbb vetülete a magyarság szempontjából. Ugye amikor meghirdették a béketárgyalásokat, elküldték a meghívókat a különböző államoknak, Magyarországnak nem küldtek. Miért? Nem létezett Magyarország. Ugyanis a magyar országgyűlés nem azzal foglalkozott, hogy igenis nyilvánítsuk ki Magyarország független állam létét, hanem a dualizmus megszűnt, osztrák-magyarkodalom megszűnt, és a magyar állam még nem jött, állam mint intézmény nem jött létre. Nem hívták meg őket, mert nem voltak itt. Na jó, amikor, de akkor mégis Aponyék, hogy kerültek? És mikor kerültek le? 20 januárjában. Jaj, 20 január. Azelőtt már folytak a... Akkor már el volt döntve minden. Akkor már el mikor volt döntve minden. Persze, és Párizsban mentek, nem is fogadták őket, mint országos delegáció, hanem Párizs külvárosságban volt el. Hogy félretették őket, alig tudták érvényesíteni az elgondolásokat. De egyáltalán meghallgatták őket valamennyire? Hát hallgatták, csak, igen. Csak nem úgy, mint egy komoly ellenfél. Tehát ez a történelmük nagyon szomorú vetülete, mert ne csak másokat hibáztassunk. Igen. Sajnos a mi hibáinkat is el kell ismerni. Így van, igen. Hát ez egyértelmű. A mi hibáinkat is el kell ismerni. Igen. Amiről hajlamosak vagyunk néha megfeledkezni. Igen, az egyesülés szándéka és a nagyhatalmi ígérvényekkel körülbástyázott lehetősége létezett, az ideológia már régen kész volt, de ezek a tényezők önmagukban édeskeveset értek, kellett egy hátország, ez pedig nem Románia, hanem az Antant, illetve Franciaország volt, amely gazdasági, katonai, diplomáciai erőket, igen, eszközöket rendelt a Közép-Európát átrendező nagyhatalmi érdekek szolgálatába, amelyek több ponton találkoztak a román nemzeti érdekekkel. Ez a hátország kérdése, de milyen hátországa maradt az erdélyi magyaroknak? Hát itt, ahogy az előbb már úgy érintette, szinte semmilyen. Semmilyen. Ugyanakkor pedig a béketárgyalásokra ugye a román küldöttség végig jelen volt, meghívták őket, és a támogatásukra Mária királynő, aki az angol uralkodó ház lánya volt, a háttérbe intézte a Románia kedvező feltételeknek a biztosítását. Én olvastam ezzel kapcsolatosan egy magyarul is megjelent könyvet, Mária királynő szerepe a béketárgyalásokon. Engem valósággal megdöbbentett. Hogy Románia a tárgyalásokon sokkal többet kapott, mint amennyinek a reményébe elindult. És ezt egy tárgyalások hátterében, lobbizás révén érte el egy nagyon befolyásos személyiség, Mária királynő. Nem csodálom, hogy a románság annyira imádta és szerette őt, még, hisz Romániai rendkívül sokat tett. Érdekes, pedig nem volt román vér, jet-be-jet, ahogy szokták mondani, és ugye a németek... Az ország ügyeit nem Ferdinánd, hanem Mária intézte. Igen, szóval igen. A háborúban szerzett vesztes pozíció már, mint Magyarország, majd az azt követő történelmi körülmények ugye eleve a román hatalomnak kedvezett olyan formán, hogy a gyulafehérvári ígéretekről nagyvonalúan le tudtak mondani a román elit, mondjuk. Ez világos, hogy a gyulafehérvári határozatokban kisebbségeknek jogainak a biztosítása, hát az egy ilyen gesztus volt a lefegyverezésükre, a lecsendesítésükre, ez biztos. Annak a megvalósítása szerintem, akik ezt megfogalmazták,
azok se számítottak rá. És amikor bizonyos lépések csak kellett történjenek, és történtek is. Hát, amikor Vajdávolja volt miniszterelnök a küldetségével, ugye Londonban volt, ahol aláírtak a nemzetközi viszonylatban kisebbségi jog biztosításának a kártáját. Mire hazaért, őt már leváltották, azért, mert aláírta. Ugyanis akkor az akkori Románia területének, illetve lakosságának több mint 30%-a nem román volt. Tehát az egységesítő, az elrománosító politikának, ugye ez nagyon az útjában volt, és a miniszterelnökségébe is került Vajdának. Következett 1923-ban az új alkotmány. Az új alkotmányba egyszerűen bele se vették. És akkor, amikor az erdélyi magyarság megalakult, magyar párt képviseli az országgyűlésben is, kérték ennek a gyülfejérő határozatnak az alkalmazását, akkor a válasz méghozzá jogilag jogilag alátámasztva következőképpen hangzott. Az alkotmányt módosítani nem lehet. Az alkotmány szent. Félelmetes hasonlít, vagy visszaforog a történelem kereke. Igen. Félelmetes, igen. Tehát ezzel a 23-as alkotmány, hogy tulajdonképpen a gyulafári határozatokat jegelték. Kész volt. Tehát már annak idején Mániójék tudták, hogy ez egy blöff. Hogy így mondjak, alpárgyal fogalmazom. Én azt mondom, hogy igen, de mivel nyilvánosságot kapott, és mondjuk úgy hivatalos okmányban is benne van, tehát azért nem szabad lemondani arról, hogy erre bármikor, amikor lehet, ne hivatkozzunk. Igen, és emlékeztessük. Csak az, hogy azt hiszem, hogy már akkor élt magyar, egy jelentős magyar réteg, mondjuk tehetős arisztokrata, vagy értelmiségi réteg nyugaton. Nem tudták, nem volt annyira befolyásuk, hogy a nyugati nagyhatalmak közelébe férkőztessenek, hogy emlékeztessék, hogy mit is ígért a román hatalom, a román elit annak idején, vagy... Bizonyosan voltak, de ugye a diplomácia, és ismerjük el, a két világháború között, és sőt, ma az előtti Romániának nagyon jó kifele való diplomáciai tevékenysége volt. Voltak jó diplomatái. Igen. Mint mindig egyébként, nem? Mindig egyébként. Nagyon jó diplomatái voltak. Ugye. Két világháború között a Titulescu, ugye ez nemzetközileg nagy elismert tekintély volt. Nagyon sokat tett Romániának. És ugyanezt a dolgot viszont magyar vonatkozásban nem merném megerősíteni, mert nincs akivel. Hát nincs akivel. Annak idején hát Aponyit tartották ilyen nagy diplomatának, aki hát nemzetközi tekintélynek is jövendett. De hát mit számított ez Mátriánomban? A magyar küldöttség élen, ugye 20 januárjában ő volt Párizsban, és érvelni próbált, és hadakozni próbált, kapcsolatai is voltak. De viszont akkor már minden el volt intézve. Magyarországnak ez nem békeszerződés volt, hanem egy diktátum. Diktátum, igen, igen. Eljelentették a papírt, kérem aláírni. Ennyi, igen. Azt tették meg, hogy ők nem írták alá, hanem másod vagy harmadrendű diplomaták írták alá a magyar békeszerződést. Igen. Az úgynevezett békeszerződést. Igen. Harmad vagy negyedrendű diplomaták. Érdekes. Az előbb itt kéreztem az akadémikus úr szavából, hogy hát lehet emlegetni ezeket a gyulafehérvári határozatokat, az abba belefoglalt ígéreteket, de hát csak annyi? Milyen perspektíva elé nézünk ilyen tekintetben, ilyen vonatkozásban? Szerintem itt ehhez csak a józanész segít. Uh-huh. A tárgyalás józanész, csak hogy... Mert akárhogy is vesszük, ugye az erdélyi magyarság, összehasonlítom az ukrajnai oroszokat, Oroszországot. Igen.
hogy ők miket értek el, és mire képesek, miért, azért már nagy hatalom van a hátuk mögött. Hát igen. A mi hátunk mögött sajnos egy kicsi ország van, amelyik nagyon sokat tesz, és köszönjük nekik, mert tényleg sokat tesz értünk. De nem hiszem, hogy ebbe a kérdésbe ők meg tudnák fordítani a helyzetet. Hát akkor ki tudnám megfordítani? Csak a nagyhatalmak. Igen, de a nagyhatalmak viszont nem is akarnak. Unióról már ilyen tényleg is beszélünk. Romániai viszonylatban én más utat nem látok. Igenis, ezt bármilyen alkalommal hangoztatni is kérni, és próbálni meggyőzni a józanészre hallgatókat, hogy igenis ezen a téren, gyerekek, nekünk még mindig sérelmeik vannak. És, mert igen? Ugye az önkormányzatiság elve még nem működik úgy, ahogy kellene. Az oktatás terén még mindig a gyerekeink anyanyelvi oktatása 100%-osan nem megoldott. Az egyházi tulajdonok ugye nem... Szomorú aktualitása van most éppen. Visszakozási ugye lépések történtek. Az anyanyelvnek regionálisan hivatalos nyelvként való használata. Tehát ezek még mindig az ígéret be nem váltott pontjai, és ezeket mindig, amikor csak lehet szerintem, igenis kérni kell, mert elvégre, ha mindent nem is, de valamit csak kapunk belőle. És van erre gondolom azért a románságban és a román értelmiségben is? Van. Fogékonyság. Én úgy látom, sajnos még nincsen döntő szavuk, de úgy látom különböző történelmi adásokban is, és történész ugye, ismerőseim is, vannak józanul gondolkozók, vannak a múltat józanul látok. De a történelmi szemléletben addig változás nem történik, amíg a tankönyvek tartalmában ugye a szemléletváltás nem tükröződik. És addig pedig még megint nemzedékeknek kell eltelni. Igen. Hát sajnos mi vagyunk. Bízunk, megyünk előre, meglátjuk. Igen, köszönöm. Nem szabad csüggetni, igen. Ki kell tartani és harcolni kell. Köszönjük szépen, akadémikus úr, hogy itt járt. Várjuk máskor is szeretettel. Köszönöm az önök figyelmét. Jövő héten ugyanebben az órában viszontlátásra.